Szilágyi György Jobbik alelnök szerint az Árja testvériség egy érdekvédelmi szervezet. Akkor a Ku Klux Klan vajon micsoda? Hagyományőrző, önképzőkör? Már is kezdünk. Botrány. Sajtóhírek szerint neonáci nézeteket vall a jobbikos Szilágyi György. Meggondolta magát. Egy angol lány megbánta, hogy nemet váltott, ezért most perel. Jó estét kívánok! Ez a Vezércikk, a műsor, amelyben minden hétköznap este rendet vágunk a hírek és az álhírek között. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, kikkel elemezzük a mai nap történéseit. Ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint a baloldali szavazókat arra buzdítják, hogy ne éljenek demokratikus jogosultságukkal, ne nyilvánítsanak véleményt. Gajdics Otto, aki arra biztatott, mindenki, aki április 3-án bemegy a szavazófülkébe, ne hallgasson a kóklerekre, kizárólag a józan eszére. És Kacsó Dániel, aki úgy gondolja, Márki-Zay úgy hivatkozik a NATO-ra, hogy közben nincs tisztában a világpolitikai történésekkel. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük a baloldali összefogás szélső jobboldali szárnyának híreivel, mert hogy Szilágyi György Jobbik alelnök már napok óta bujkál a jobboldali média képviselői elől, nehogy választ kelljen arra adnia, hogy mit is értett érdekképviselet az alatt akkor, amikor egy szélső jobboldali bűnszervezetet mentegetett. Lássuk! Tovább gyűrűzik a baloldali koalícióig jutó Jobbik antiszemita botránya. Egy konzervatív amerikai hetilap szerint ugyanis bizonyíthatóan neonáci nézeteket vall a jobbikos Szilágyi György, aki nem mellesleg a Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök jelölt vezette közös listán is előkelő helyen szerepel. A The Jewish Voice című hírportál írta meg, hogy Szilágyi György hosszú beszédet mondott a hírhedt amerikai neonáci börtöntöltelékekből álló Árja testvériség nevű, számos bűncselekménnyel és gyilkossággal meggyanúsított bűnszervezet védelmében. Hát ha Szilágyi szerint az Árja testvériség az egy érdekvédelmi szövetség, akkor gondolom a Ku Klux Klant egy hagyományőrző egyletnek tartja, és egy népi dalkörnek a Hitlerjugendet. Sajátos logika, de azért az is egy sajátos logika, hogy ezeket a kimosakodott nácikat valahogy az új baloldali szövetségeseik, amióta összeálltak, egyszer sem ítélték még el. Hát ugye az volt a mondás, hogy a Jobbik már nyomokban sem tartalmaz szélső jobboldalt, illetőleg nácizmust, antiszemitizmust, rasszizmust, amit láthattunk ettől a formációtól korábban. Sorolhatnánk az idézőjelben érdemeiket, Gyöngyösi Márton zsidó listázási próbálkozásaival kapcsolatban, vagy akár amellyel szemben egyébként a teljes politikai spektrum annak idején tüntetőleg kiállt még a parlament előtt, vagy szóba kerülhetne nyilván a holokauszt emlékmű meg gyalázása egy köpéssel az egyik politikusuk által, és ugye az volt, hogy ezektől a formáktól megszabadult a Jobbik, immár nyugodt szívvel állhat be Gyurcsány Ferenc mellé akár szövetségesként a Jakab Péter vezette csapat. De ezek szerint még mindig vannak olyan fazonok, akiknek a közelmúltjuk bizony ilyen epizódokkal van tele. Én azt gondolom, hogy miután a zsidóegyházak, szervezetek, különböző képviselői is megszólaltak már ez ügyben, és lemondásra szólították meg, illetve az érintettek visszahívására szólították fel a baloldali pártokat, azt hiszem, hogy nem lenne más opció egy valódi demokrácia, vagy valóban demokratikus formáció részéről, mint hogyha ezeket a figurákat levennék az asztalról, de úgy tűnik, hogy ez nem történik meg, tehát ennyit arról, hogy mennyire hiteles az ő politikájuk egyébként. Zoli? Az Árja testvériségnek egy kicsit utána néztem, és hát a legkevésbé sem érdekvédelmi szervezet, ahogy ezt Szilágyi György állítja. Ehhez képest viszont egy bűnszervezet, amely nem csak a börtönökben, hanem az utcán is jelen van. A leginkább testjelzésekkel, tetoválásokkal szokták magukat megkülönböztetni a bőrszínükön túl a többiektől. Faji alapú gyilkosságokat hajtanak végre rendszeresen. Egyébként a testjelvényekről csak annyit, hogy a horogkereszt, az SS jelvény és Adolf Hitlernek az arcképe is rendszeresen visszaköszönő érdekvédelmi szimbólumok
a tagság körében. Ami pedig szintén hír volt, hogy a Simon Wiesenthal központ betiltásán is szorgoskodott 2012-ben Szilágyi György, az egy egyértelmű jelzés volt arra, hogy a Jobbiknak egészen speciális szándékai vannak a világ egyik legismertebb és leghíresebb holokauszt bűneit feltáró intézetével szemben, hogy nem 2012-ben a 10 legveszélyesebb antiszemita szervezet, illetve személy listájára felkerült a Jobbik, és hogy nem Orosz Mihály Zoltán nevű érpataki polgármester, aki Jobbik támogatással lett polgármester, 2014-ben erre a legveszélyesebb listára szintén fölkúszott. Most, hogyha ezt nézzük, akkor kérdezem én, hogy maga a holokauszt egy olyan esemény, amelyről helyesen egyébként mai napig és valószínűleg az elkövetkező évtizedekben is meg fognak emlékezni úgy, hogy ezek eltörülhetetlen, elévülhetetlen bűnök. Akkor ki adta azt a remek ötletet ma a magyar baloldalnak és a liberálisoknak, hogy a Jobbiknak pedig ezt megbocsássák? Mi lehetett az a vezérfonal, vagy az a kiváló, ha tetszik, purgatóriumi gondolat, amely ehhez vezette őket. Szerintem nagy hiba volt, és hát most a napokban ezt tapasztalhatjuk, hogy ennek a gyümölcseit szedheti le a baloldalban. Mondjuk azon nem lepődünk meg, ugye, hogy nagyon nem ítélik el őket, hiszen Márki-Zay Péter megmondta, hogy a fasisztákat is képviseli ebben a szövetségben. Hát most együtt hirdethetik Szilágyi Györgyöt idézve a White Power-t. Az a helyzet, hogy amikor a posztkommunista baloldal, a gyurcsányista DK-sokkal az élen még azzal volt elfoglalva, hogy összeragasszák a Jobbikot és a Fideszt, akkor még teljesen egyértelmű volt számukra a Jobbik antiszemitizmusa, rasszizmusa, hiszen ezzel akarták besározni, befeketíteni a kormánypártokat és a Fideszt. Érdekes módon múlt el ez a dolog, bár hozzáteszem, hogy annyiban mégis érthető, hogy mi jól tudtuk, hogy gyakorlatilag például a DK-nak a szavazótábora tele van antiszemitával, rasszistával, cigánygyűlölővel. Ilyen módon az egymásra találásuk számomra legalábbis nem volt annyira érdekes, sokkal inkább az, ahogyan már említette a Zoli, és sikerült kifarolni az elítélésükből, és most mindenki szerecsen mosdatással van elfoglalva, mindenki próbálja elmagyarázni nekünk, hogy ó, hát ők már megváltoztak, ó, hát ők már nem azt gondolják. És az egésznek a legundorítóbb vonulata az az, hogy miért is csinálja ezt a baloldal? Zoli is föltette ezt a kérdést magának. Hát azért, mert ezeknek a szélsőséges, radikális szavazóknak a szavazataira bizony-bizony nagy szükség van azon az oldalon. És el kell játszani azt, hogy azok már nem rasszisták, azok már nem antiszemiták, azok már nem gyűlölködnek, hanem hirtelen gyönyörűséges barikák lettek, akiket csak simogatni kell, és gyönyörűen mennek arra, amerre a Gyurcsány Feri diktálja. Na most borzalmas a dolog, különösen azért, mert fölfeslett ez a báránybőr több helyen, és látjuk mögötte az ordast, és hát rettenetes kénköves bűzt is árasztanak magukból, úgyhogy én kérem a választópolgárokat, ne dőljenek be ennek a színjátéknak. Kíváncsi lennék, hogy az Árja testvériségnél a Szilágyi úr kollégái mit szólnak, amikor ő kiáll az LMBTQ népszerűsítés mellett. Szerencsére ez csak náluk van így a baloldalon. Újabb felmérés készült az LMBTQ népszavazással kapcsolatban. Ezúttal a Fiatal Családosok Klubja tette fel a kérdést tagsága körében, hogy mennyire értenek egyet a kormány népszavazási kérdéseivel. Mutatjuk az eredményt. A Ficsak felmérései is megerősítik, hogy a magyarok elutasítják a kiskorúakat célzó LMBTQ propagandát, mondta el az alapító vasárnap reggel az M1-en. Király Nóra hangsúlyozta, a Ficsak saját berkeiben 1000 embert kérdezett meg a kiskorúakat célzó LMBTQ propagandáról, és elsöprő többségük azt mondta, elutasítanak minden olyan kezdeményezést, amely a gyermekeket az iskolában és közintézményekben érzékenyíteni a téma iránt.
Fontosnak nevezte az április 3-ai népszavazást, hiszen ekkor lehet felhatalmazást adni a kormánynak, hogy az emberek akaratát képviselve tárgyaljanak a lobbistákkal és Brüsszellel. Azt hiszem, hogy ha valami fatális véletlen vagy tragikusan hatalmas csalás nyomán a baloldal nyerne április 3-án, akkor is komoly bajban lennének, mert ha ennek a népszavazásnak olyan eredményei lesznek, mint az előzetes felmérések mutatnak, akkor akár egy új kormány is úgy állna ott a helyén, hogy nem nagyon tudnak ezzel mit kezdeni, akármennyire szeretnék a brüsszeli elvárásokat teljesíteni, meg lenne kötve a kezük, nem? Igen, ez ugyanúgy csak egy olyan téma, mint mondjuk a migráció kapcsán volt, hogy a magyar társadalom döntő többsége a kormányzat által képviselt állásponttal ért egyet. Tehát valóban, hogyha egy következő kormány, ne adj Isten, Márki-Zay Péter vezetésével állna föl, már furcsa is kimondani ezeket a mondatokat, akkor is az a népszavazás jelen tudásunk szerint valószínűleg abba az irányba kényszerítené, hogy ne engedhesse be az LMBTQ aktivistákat az óvodákba és az iskolákba. Tehát bár valószínűleg a szándék egyébként ez lenne, tehát hogy azért tegyük hozzá, hogy amikor elmegyünk választani április 3-án, akkor ez a népszavazás ugyancsak nagyon fontos kérdés, és ugyancsak fontos, hogy ott is mindenki a szíve szerint a legfelül válaszhoz húzza be az X-et. Hát valóban ez egy létező veszély, de kétségtelen, hogy a baloldal megint egy olyan ügyesen idézőben választott magának álláspontot egy ilyen kérdésben, ami szembe megy a népakarattal. És én azt gondolom, hogy mindig, amikor eljutunk oda, hogy a népakaratról beszélünk, vagy a többség döntéséről, akkor tegyük hozzá, ez a demokratikus álláspont, és amikor megint csak ott tartunk, hogy megint egy olyan dolgot kérnek számon a magyar kormányon külföldről is, meg a baloldali megmondó emberek és elemzők és politikusok részéről is, amit éppen, hogy ő tart be. Tehát ő az a magyar kormány jelenállás szerint, ami nagyon sok fontos kérdésben a magyarok döntő többségének álláspontját képvisel, és mi egy kormány dolga, hogyha ne figyelje és teljesítse és kérdezze meg bizonyos kérdésekben a magyar emberek véleményét. Ezt teszi a nemzeti konzultációkkal, népszavazásokkal az Orbán kabinet immár 12 éve. Valóban ez egy komoly fegyvertény lesz, hogyha ebben a kérdésben is egyértelmű döntés születik. Talán nem véletlen, hogy éppen azzal kampányol a baloldal, hogy egy eredménytelen népszavazást szeretnének összehozni. Zoli? Bocsánat, én erre szeretnék pont reflektálni, hogy egy technikai kérdésnek tűnik, de fontos valóban, hogy amit felhoztál, nevezetesen, hogy a baloldal most arra buzdít, és ez a, van egy vita, hogy magas-e vagy alacsony a részvételi küszöb, hát nyilván inkább magas, mint alacsony, az Európai Unióról szóló népszavazásnál 25% volt itt 50%, de hogy arra buzdít, hogy ne vegyetek részt a társadalmi vitákban, hanem utasítsátok el. Tehát nagyon sok baloldali szavazót inkább arra buzdítanak, hogy fel se vegye a gyermekvédelmi népszavazásnak az ívét, ami szerintem súlyos hiba, mert így nem tudjuk meg az embereknek a véleményét, akik megvonják tőlük a jogot, egyszerűen arra kérik őket, hogy ne éljenek a demokratikus jogosultságukkal, ne nyilvánítsanak véleményt, mert én tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy van-e Magyarországon akár 5000 vagy 10000 ember, aki azt mondja és úgy gondolkodik, hogy szerinte helyes, hogyha nem átalakító műtétek alanyává válik egy gyermek. Lehet, hogy nincs ilyen, és ha kiderülne, ettől félnek igazán, hogy a baloldal is ugyanúgy gondolkodik, mint a jobboldali többség, akkor bizony kiugrana a szög a zsákból, és egyetlen egy fontos mellékszálat még engedjetek meg. Ugye ez a náci billog, ez gyakorlatilag most már, ha eddig valakinek nem esett volna le a Jobbik kapcsán, akkor most már hiába megy valóban nagy üzemben a szerecsenmozdatás, ez egy mission impossible. Ez egy szalonnáci párt, és tele van náci érzelmű politikussal a mai napig a vezetők között. A nácik a homoszexuálisokhoz hogy álltak? Történelmi tanulmányaimat frissítsétek fel, hogyha nem jól emlékszem, de egy üldözött, kiirtandó csoportként kezelte Hitler a homoszexuálisokat. Most akkor kérdezem, hogy itt már ez a sokadik varga betű ebben a baloldali koalícióban, de ezt hogyan, ahogy te is említetted, az árja testvériséget, meg a melegeket egyszerűen nem lehet képviselni. Adolf Hitlert, és nem tudom, valamelyik transznemű előadót egyszerűen nem lehet a szívünkbe fogadni. Tehát a kettő nem kompatibilis, bár valóban a hatalom és a pénzért ezek tényleg bármire képesek, tehát már nagy meglepetést nem tudnak okozni, de talán itt a náci szál kapcsán a homoszexuálisoknak a megszólalását is várhatnánk. A háttértársaság a melegekért,
például, hogyha úgy gondolja, hogy fontos neki a kiirtott homoszexuálisok közössége a náci Németországban, akkor miért nem szólal fel, hogy nácikat nem tűrjük el? Szóval itt is mutatkozik meg ezeknek a civileknek a politikai elfogultsága. Mert számukra azok a fasiszták, akik nem hajlandóak szolidaritásból velük sétálgatni szivárványnapon. Kénytelen vagyok szervilis lenni, mert nem tudom ennél frappánsabban megfogalmazni, hogy a miniszterelnök teszi mostanság, az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket meg hagyják békén. Én szerintem ez legalább 80%-os támogatottságot élvez a magyar társadalomban. Nem véletlen, amire Zoli utal, hogy nem merik ezt a megmérettetést vállalni a baloldalon, és azért buzdítják a híveiket arra, hogy rontsák el a szavazólapot, mert azzal elvinnék a fókuszt ennek a népszavazásnak az igazi tartalmáról, ami mondom, ilyen egyszerűen összefoglalható, elvinnék abba az irányba, hogy aki elrontotta a szavazólapot, az biztos velük van. De az a baj, hogy ez már tök fölösleges. Ugyanis a népszavazás együtt van az országgyűlési választással. Annak az eredménye meg fog mutatkozni. Teljesen fölösleges ilyen kis mahinációkkal, vagy rájátszani, vagy pedig ellene tenni, mert úgyis ott a nép szava el fogja dönteni, hogy mit gondolnak ebben az országban a magyarok. Én csak imádkozni tudok a buzdításon kívül, hogy a józan eszüket használják azok, akik bemennek a szavazófülkébe, és ne hallgassanak ezekre a kóklerekre, mert jól látszik, hogy ahogy már ezt többször megállapítottuk ebben a műsorban is, egyik nap ezt mondják, a másik nap amazt mondják, a harmadik nap letagadják, a negyedik nap jön mindennek az ellenkező, tehát ezekre nem lehet adni. Ezek nem, szerintem már maguk se tudják, hogy mit csinálnak. Egy dolog lebeg a szemük előtt, hát ha az emberek löttyös indulatból majd protest szavazatokat adnak le 12 év Fidesz kormány után. Ez az egy, amiben bíznak, ez az egy a választási programjuk. Nekünk meg az a dolgunk, hogy ne dőljünk be ennek. Egyetlen megjegyzés csak ez, hogy mennyire egy irányba gondolkodnak, vagy mennek, mennyire egyenes vonalú a nyilatkozataik íve. Szabó Tímeának köszönhetjük, hogy egy napon van a népszavazás és az országgyűlési választás. Az ő javaslatát befogadva döntött a parlament arról, hogy ez lehetséges legyen. Most pedig ugye ő annak a politikai tábornak a tagja, amelyik ilyen nagyszerű demokratikus javaslatokkal él, hogy ne, hogy érvénytelenül szavazzanak a választók, tehát az őrületnek vannak szintjei. És miért nem szabad megengedni azt, hogy ezek a zavart fejű, szivárványszínű liberálisok bemehessenek az iskolába érzékenyíteni? Azt hiszem, hogy jól mutatja a következő példa. Lássuk. A magyar független sajtóban nem számoltak be arról a 24 éves angol lányról, aki az Egyesült Királyság állami egészségügyi szolgáltatóját, az NHS nevű szervezetet perli, mert úgy érzi, az angol állami pénzből működő, nem változtatásra szakosodott klinika felületesen és túl könnyen engedte őt kiskorúként olyan hormonterápián átesni, amelyet fiatal felnőttként már megbánt. Kira Bell a BBC kérdésére elmesélte, hogy fokozatosan alakult ki benne az a vágy, hogy változtasson magán valamit, neme átalakításának ötletét online forrásból vette. A klinika nem támasztott akadályt a lány elé, és már is nyakig volt a folyamatban. Kira most igen komoly árat fizet azért, amiért hagyta magát befolyásolni kamaszkorában, és azt hiszem, hogy ez az, amit mindenképpen ki kell zárni ennek az esélyét, hogy bármelyik magyar fiatallal ez megtörténhessen. Viszont ehhez valószínűleg kevesen vagyunk így a jobb oldalon. Tényleg kellene a baloldali sajtó segítsége is, de hát azt hiszem, hogy talán hiúábránt lenne tőlük elvárni azt, hogy ők ebbe beszálljanak. Otto, mit gondolsz? Ugye én már réges-régen mondom, hogy az ilyen orvosoktól, akiket most perel ez a szegény nő, azonnal elvenném a diplomát, amiért ezt csinálják. Tehát ilyen nincs, és egyszerűen nem értem, hogy uralkodhatott el ez az őrület nyugaton, hogy még azokat vegzálják és ráncigálják meg, akik azon a véleményen vannak, mint most én. Tehát én ezt nem mondhatnám el pár száz kilométerre innen nyugatra. Úgyhogy teljesen egyetértek a te általad felvetett gondolattal, hogy tehát itt mutatkozik meg leginkább, hogy nagyon-nagyon fontos a népszavazás. Emeljünk törvényi gátat ennek az őrületnek.
mert onnan kezdve, ha elszabadult, akkor nem tudod megállítani. Pereskedhet most már, vissza fogja kapni a normális életét? Nem fogja visszakapni. Valami kártérítést esetleg odalöknek neki, de ebbe sem vagyok biztos. Hát lehet, hogy azt mondják, Regi, kedvesem, te döntöttél így, mit akarsz te? Tehát én azért mondom, hogy vegye mindenki észre, vegye mindenki tudomásul. Lehet most azt mondani, hogy ez még tőlünk messze van. Lehet most azt mondani, hogy ez nálunk nem probléma. De ha most nem állunk ellen, akkor nagyon is az lesz. Aztán utána majd pislogatunk. Zoli? Volt olyan időszak, és voltak olyan országok, ahol az abortuszt nem voltak hajlandóak egyes orvosok végrehajtani, hiszen a Hippokratészi esküben a Nil Nocere elvére tettek esküt a Neács esküre, és bizonyára sokan úgy gondolják, hogy amikor lezárnak egy fejezetet, akkor egy személyiséget gyakorlatilag megszüntetnek, hova tovább lehetne még egyéb párhuzamokat hozni az abortusz és a nem változtatás között, de minden esetre egy entitásból egy új entitást hoznak létre, egy férfiből egy nőt, ez egy teljesen új életforma, egy teljesen új szokásokkal, hétköznapi rutinnal és egyéb mondjuk a kapcsolatrendszer tekintetében egy új világgal együtt járó létforma. És ezért mondta egyébként az Amerikai Pszichiátriai Társaság, amikor a nemi diszfóriát, a transzneműséget a WHO kivette a betegségek köréből, hogy azért ez nem úgy van, hogy egyik pillanatról a másikra férfiből nő, vagy nőből férfi lesz valaki, ezt a folyamatot egy szakembernek végig kellene kísérnie. Ha ti kiveszitek a betegségek köréből, akkor ez a fajta egészségügyi kontroll, ez kikerül a kötelező körből, és mindenki szabadon dönthet úgy, hogy ezt a folyamatot vagy végigcsinálja, vagy nem, minden esetre az a szakmai kontroll, amely kellene ehhez hiányzik, hiszen pszichiátriai társaság rámutatott, hogy bizony, ez a folyamat, ez sokszor depresszióval, lelki zavarokkal és minden egyébbel jár együtt, és itt a lényeg, és a 444, amely homofóbnak nevezi ezt a népszavazást, és amely persze a Zé Kárpát Dániel vagy a Szilágyi György kapcsán nem említi a homoszexuális holokausztot, az bizony nem gondol abba bele, hogy a homofóbia kérdéskörében, amikor kiskorú dönt, akkor a kiskorú nincs még a cselekvőképessége tudatában. Tehát ahhoz, hogy egyébként itt döntési jogról beszélhessünk, a döntés joga, hát az abortusznál is egyébként meg lehet nézni, hogy ha kiskorúnak kell átesnie egy művi terhesség megszakításon, akkor milyen hozzájárulások kellenek. Ugyanígy ez egy természetes dolog szerintem sokunk számára, hogy 18 év alatt ilyen jellegű beavatkozásokat ne hajthassanak végre, mégis megtörténik, és azzal senki nem foglalkozik, hogy ma Magyarországon 18 év fölött teljes, a jogok teljes tárháza a szexuális kisebbségek számára rendelkezésre. Tehát egyszerűen ez őket nem zavarja ez a tény, hanem a gyermekekre akarnak rámenni, a szülők jogát akarják megvonni, és hát ahogy Otto is fogalmazott, ezt nem hagyja a kormány, nem hagyja a magyar emberek többsége, és reméljük, hogy a népszavazás eredményéből is ez fog kisütni. Jó, hogy egy jogász is van köztünk, mert én csak a szívlapátot venném. Én is. Anita, olvastál valaha ilyen, bocs, meggondoltam magam sztorikat, akár a 24-444 Telex bárhol? Nem, ott nem jellemző, hogy ezeket különösebben kiemelnék, viszont Douglas Murray a Tömegek témája című könyvében egészen friss olvasmányélményeim vannak, hogy ez nyugaton tényleg a valóság, és ugye a szakmai kontrollt említette Zoli, hát ez úgy történik Nagy-Britanniában, konkrét példákkal lehet olvasni ebbe a kötetbe, de máshol is nyilván azért az interneten hozzáférhetők ezek az információk. Olyan konkrét példákat, amikor egyszerű lázadó tinédzserek, akik küzdöttek a saját kirekesztettségükkel, az osztálytársaik meg nem értésével, fordultak szakemberhez, hogy igazából, hiszen látták a tévében, hogy ez egy divatos dolog transznak lenni, sőt azt is látták a tévében, vagy a közösségi médián keresztül, inkább a közösségi médián keresztül, hogy aki nem vállalja fel a transz jogok képviseletét, azt kővel dobálják ki. Idézőjelben mondom ezt, tehát a nyilvánosságban akár ki is rekezdték mondjuk J.K. Rowlingot, akinek a Harry Pottert köszönhetjük, úgymond. Tehát ő tesz olyan megjegyzést, hogy a nők menstruálnak csak, már ezért őt meghurcolták a nyilvánosságban. Ezt látja egy fiatal, egyébként küzd az élet különböző problémáival, maga sem tudja, hogy milyen irányba akar menni tovább az életben, nehézségei vannak, és elmegy egy szakemberhez, és nem arról van szó, hogy meghallgatnák a gondjait, hanem arról van szó, hogy rögtön azt mondják, hogy igen,
valóban nem érzed magad egészen férfinak, vagy nőnek, vagy nem az akarsz lenni, akkor mindent megadunk neked, orvosi gyógykezelést, olyan készítményeket adnak ezeknek a fiataloknak, amelyek szintén helyrehozhatatlan következményekkel járnak. Blokkolók. Pontosan, nagyon erős hormonkészítményeket, majd jöhet a műtét. Tehát amikor arról beszélünk, hogy kötszurkálás zajlik a kormányzat részéről, nem valós problémákról beszél, akkor tegyük mellé ezt a nyugat-európai valóságot, és akkor én pedig azt teszem hozzá, hogyha tényleg egyébként ez nem létező probléma Magyarországon, akkor is mi a problémájuk a baloldaliaknak a népszavazással? Hogyha ez nem egy létező probléma, ugyan már hadd húzza be mindenki a szíve szerint az X-et, miért kell támadni egy olyan intézményt, ami szerintük nem létező problémát akar kezelni, miközben tegyük hozzá, hogy ez egy létező probléma, úgyhogy mindenki menjen és húzza be az X-et, ahova szíve jó szerint diktálná. Ha már beszéltünk az LMBTQ agymosásról, akkor beszéljünk egy kicsit a baloldali agymosásról is, mert hogy készült egy felmérést a baloldali elkötelezésű Publikus intézetben, amelyik egészen furcsa eredményeket hozott, lássuk. A megkérdezettek 42%-a annak örülne, ha a választás után az összefogott ellenzék venni át az ország vezetését, míg ennél valamivel kevesebben remélik a Fidesz kormányzás folytatását. Számol be a Népszava alapmegbízásából a Publikus intézet által készített közvéleménykutatásról. Ugyanakkor az is kiderült, hogy erősebb a kormányváltó hangulat, mint az Egységben Magyarországért pártszövetség támogatottsága. Ugyanis a melyik pártra szavaznak kérdésre 32% nem adott határozott választ, a Fidesz-KDNP-t 33% mondta, míg az Egységben Magyarországért összefogást 31%. Nagyon kevés időnk maradt egy-egy mondatra, de mi ez? Vágyvezérelt felmérés? Ki tudja, de az, bocsánat, csak tényleg egy mondat, hogyha már azok szerint sem jó opció az ellenzékre szavazni, akik Orbán Viktort le akarják váltani, akkor nagyon mélyen magába kell nézni annak a csapatnak. Korábban beszéltek ez képest is. Körúton belüli felmérésnek tartom ezt, és nem többnek. Én meg úgy látom, hogy nyugodjon meg mindenki, aki kormányváltást szeretne, hiszen minden választást kormányváltás követ, még akkor is, ha a miniszterelnök ugyanaz. Eddig jutottunk mai témáinkkal a műsor első felében, rövid szünet után a következő témákkal várjuk vissza önöket. Egyetértés. A NATO légtérzár közvetlen konfrontációt jelentene az oroszokkal. Egyetértés. A NATO légtérzár közvetlen konfrontációt jelentene az oroszokkal. Jó estét, folytatódik a vezércikk Kacsó Dániellel, ifjabb Lomnici Zoltánnal és Gajdi Csottóval. Többször beszéltünk már arról, hogy a baloldal felelőtlenül belesodorná Magyarországot az orosz-ukrán háborúba, és arra hivatkoznak, hogy bizony NATO tagállamként, ha a NATO úgy dönt, akkor ez nekünk kötelességünk, hogy beszálljunk, csak hogy a NATO ennél sokkal körültekintőbb, lássuk csak. Németország, Franciaország és az Egyesült Államok is ellenzi a légtérzár létrehozását. Olaf Scholz kancellár a múlt héten az Oroszországgal való közvetlen katonai konfrontációval tette egyenlővé a repüléstilalmi zóna megvalósulását. Joe Biden amerikai elnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel egy azon véleményen vagyunk. Elkerülendő, hogy a NATO és Oroszország között katonai jellegű összecsapás történjen, húzta alá. Emlékezetes, Macron a múlt héten kijelentette, legitimnek tekint minden ukrán kérést, de elfogadhatónak egyedüliként azt tartja, ha a szövetségesek nem háborúznak az oroszokkal. Azt hiszem, ez meglehetősen egyértelmű. A NATO tagállamok vezetői pontosan ugyanazon a véleményen vannak, amit Orbán Viktor hetek óta hangoztat, hogy ez a háború akkor jó, hogyha mi kimaradunk belőle. Hát tudjuk, hogy mi a másik oldal alternatívája erre. A NATO egy védelmi katonai szövetség, megvan a maga történetemben, most ne is menjünk bele, hogy miért jött létre és milyen körülmények között jött létre, de hát akinek egy minimális tudása is van a világszervezettel kapcsolatban, az tudja, ezek szerint Márki-Zay Péter nem tartozik e körbe, hogy ilyen konstelláció nem képzelhető el. Tehát amikor most azzal védekezik, hogy ő csak a NATO-ra mutogatott, és ő csak a NATO-nak akart megfelelni, amikor olyan mondatokat mondott a saját szájával, hogy bizony katonákat is küldene Ukrajnába, akkor azért azt tegyük hozzá, hogy akkor
ha tényleg ezzel akar védekezni, akkor viszont nincs képben a világpolitika tekintetében, akkor azért alkalmatlan a pozíciójára, mármint amire pályázik, reméljük, hogy nem túl sok eséllyel. Egyébként egy picit mindig megnyugtat engem, hogy ez szerintem ideológiailag túlvezérelt és néha egészen furcsa dolgokat produkáló nyugat-európai vezetők olykor tudnak pragmatikusak és higgadtak is lenni, tehát hogy ezt becsüljük meg, írjuk a javukra, hogy ebben a helyzetben nem sodorják a világot egy harmadik világháborúba. Az lenne még csak a kétségtelen, hogy a körúton belüli magyar baloldali értelmiségnek nagyon tetszene ez az ötlet, a ex-pacifistáknak nagyon tetszene ez az ötlet, mert ugye most úgy tűnik, hogy ilyen háború pártiság uralkodott el a körükben, de ezt leszámítva senki másnak, értsük itt bele az egész emberiséget. Hát sajnos vitába kell szálljak veled, mert mindeközben egyébként ugye Szijjártó Péter külügyminiszter ma az uniós külügyminiszterek tanácskozásán vett részt, ahol elmondta, hogy ott viszont feszegetik, illetve próbálják néhány tagállam erőltetni egy békefenntartó misszió, egy szárazföldi békefenntartó misszió megindítását, ugyanúgy ezt a légtérzárat is egyébként, és a szankciókat is, ami egyébként nagyon jól rámutatott, hogy ez az Európai Unió, ez egy gazdasági szövetség mind a mai napig, hiszen itt az különböző tagállamok geopolitikai helyzetüknek megfelelően állnak ilyen elképzelések mögé. A gazdasági rész az egyedüli, amiben ezt össze lehet tartani, de itt óriási eltérések vannak azért a véleményekben. Igen, a Handelsblatt az egy tekintélyesnek mondott német kereskedelmi lap, és reggeli hírlevelében arról írt, hogy most azon morfondíroznak az Unióban és Németországban, hogy Oroszországot, mint autoriter rezsimet, melyik más autoriter rezsimmel váltsák fel az energiaszállítás kapcsán, tehát hogy melyik ujjába harapjon Németország vagy az Európai Unió. Én eldöntöttem, hogy nem kívánom semmelyik államfőt sem minősíteni, sem az orosz, sem az ukrán, csupán tényként azt leszögezhetjük, és ismerjük azt a folyamatot, hogy Volodymyr Zelenszky végig rócsózza elsősorban nyilván a helyzetéből fakadóan online a különböző parlamenteket, lásd Európai Parlament, tagállami parlament, vagy éppen a Knesset Izraelben, és elég kemény hangnemben beszél a vezetőkkel, és kiosztja őket, mert az első kezdeti hurrá optimizmus után látja, hogy a szimbólumok szintjén minden megadatott neki, de a tények szintjén meg gyakorlatilag semmi. És utána néztem, és valóban igaz volt az a hír, hogy a Bundestagban sokan felállva tapsolták Zelenszkijt, de ebben a sorban nem volt található Olaf Scholz, a szociáldemokrata kancellár, ami mondjuk nem jó hír Ukrajna számára, és csak annyi kiegészítést tennék, mert Dani 100%-ig pontosan írta le a NATO szerepét, hogy egyetlen egy kivétel volt, és ez megint csak az ukránoknak, Zelenszkijnek egy rossz hír, hogy most erre a kivételre eddig a NATO legalábbis eddig nem szánta el magát, ugye ez a délszláv válság, amikor viszont beavatkoztak ott egy humanitárius katasztrófára hivatkozva, ez szembe megy valóban mint védelmi szervezet, a NATO, az Észak-Atlanti szervezet, mint védelmi szervezet árszpoétikájával, de mégis akkor NSBT felhatalmazás nélkül így döntött, de most úgy tűnik, hogy ez az opció nem kerül elő, és mindig van egy-két olyan, mondjuk így, hogy a sorból kilógó állam, amely éppen a harcias retorikát követi, éppen mondjuk energetikai szükségletei nyomán szívesebben és gyorsabban megszakítaná az oroszokkal a kapcsolatot, csak némi malíciával azt kell, hogy mondjam, hogy aki kicsit utánolvas, az tudja, hogy most az orosz milliárdosok, mivel nyugatra nem utazhatnak, áthelyezték az Egyesült Arab Emirátusokba és Dubajba a székhelyüket, tehát hogyha oda mennek majd Katarba, Bahreinbe vagy a többi helyre a nyugatiak, akkor elég sok orosz szót fognak hallani, amely lehet, hogy el fogja őket bizonytalanítani, hogy akkor most mi a helyzet, meg most akkor mi látjuk rosszul a világot. Tehát ez egy, ahogy beszéltük a műsor előtt, ez egy végtelenül bonyolult folyamat, de hogy ezen csak az Európai Unió veszít megint, és közben csak egy utolsó megjegyzés, hogy ott van egy amerikai elnök, aki most Varsóba jön állítólag ugye a NATO csúcsra, de hát a legnagyobb tisztelettel mondom, hogy csak imádkozzunk, hogy a tiszta pillanata találja meg, ez a rómaiokban volt egy ilyen kifejezés, a lucidum intervallum, mert azon kívül teljesen döntésképtelen, tehát egy életveszélyes dolog lenne, ha ő döntene, de hát már nyilván azt vélelmezzük, hogy kivették a kezéből. Enne szundikáljon.
Nem én mondom, itt hallottam a hírtelevízióban egy hozzáértő embertől, hogy egy háborúban álló ország fölött egy légtérzár az egyenlő a légiháborúval. Tehát aki emellett érvel, az azt mondja, hogy a NATO és tagállamai folytassanak Oroszországgal légiháborút Ukrajna légterében. Nem lehet normális ember, aki ilyet akar. Vagy nézzük meg csak, hogy az első szállítmány átérkezett Lengyelország felől, ami fegyvereket vitt az ukrán seregnek, és hogy reagáltak rá az oroszok. Ugye az 20-valány kilométerre volt a lengyel határtól, nekünk még jó szerencsénk van, mert az első rakéta, ami legközelebb esett Magyarország határához, az majd 200 kilométerre volt. Ne hozzuk közelebb. És aki ezt így komolyan végig gondolja, az nem beszél ilyen marhaságokat, mint a magyar ellenzék. És ne felejtsük el, kampány van. A magyar ellenzék, de inkább a választópolgárokról beszélek, az ő választóikról, ők se akarnak háborút, ők is békét szeretnének. Csak ezek a hülye politikusok, mivel kampány van, azt hiszik, hogyha mindenben ellent mondanak a kormánynak, ha mindig az ellenkezőjét akarják és állítják, mint amit Orbán Viktor mond, vagy a kormánypártok mondanak, akkor ők majd azzal szavazatot szereznek. Ahelyett, hogy meghallgatnák a sajátjaikat, ha körülnézének a saját táborukban, ott is a béke pártján áll a többség. És nem állhat józan ember más pártján. Nézzük meg azokat a felvételeket. Vagy menjünk ki most abba a csarnokba, ahol gyülekeznek szerencsétlenek, akik átjöttek a határon, és mentik a gyermekeiket, és féltik az életüket, és beszélgessünk velük, és majd megértjük, mi az háborúba keveredni, hogyha valaki elfelejtette volna. Vendégeink és nézőink is megszokhatták, hogy időről időre betekintést adunk a holnapi újságok tartalmába. Most érkezzen első lapajánlónk a Berszán György, a Magyar Nemzet Vélemény rovatának vezetője. Szervusz! Sziasztok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a Hír TV kedves nézőit! A holnapi vélemény rovatból egy anyagot emelnék ki. Felföldi Zoltán a cikk szerzője, közgazdász és politológus, és a kormányzati stabilitás dicsérete a cikk címe. A cikk a politikai elméleti, ideológiai és biztonsági szempontok számbavétele mellett különös fontossággal emeli ki, hogy ez a szedett-vedett ellenzék egy nyilvánvalóan beszámíthatatlan miniszterelnök jelöltel az élén, ha netán győzne, az most milyen következményekkel járna a magyar belpolitikai életben. Ehhez szorosan hozzá tartozik, hogy háborús fenyegetettség van, háborús helyzet van. Ez a két tényező, ha összeadjuk, mit adnak ki magából, semmi jót, úgyhogy keressék a cikket, tartsanak velünk holnap is. Köszönjük, úgy tűnik, mintha a szerző itt ült volna közöttünk, mielőtt megírta ezt az anyagot. Folytassuk a határon túli magyar sajtó tartalmával, érkezik Rostás Szabolcs, a Krónika főszerkesztője. Köszöntöm a hírtelevízió nézőit. A krónikában riportot közlünk egy észak-romániai bukovinai településről, ahol oroszok és ukránok békében élnek egymás mellett, és erről a lehető legőszintébben vallanak. A román-ukrán határ mentén fekvő település iskolájában együtt tanulnak a román, a lengyel, az ukrán és az orosz diákok. A település ukrán lakosai pedig azt vallják, hogy aggódva követik a háborút, viszont ez nem ok arra, hogy haragudjanak az ott élő lipovánokra, akik orosz eredetűek egyébként. A bukovinaiak különben büszkék arra, hogy felmenőik az osztrák-magyar monarchia lakói voltak. Köszönjük, Szabolcs, jó hallani, hogy nem mindenhol estek egymásnak oroszok és ukránok, mint ahogy az is, hogy általában a magyarok és a lengyelek sem tépik egymást, akármennyire szeretnék ezt időnként egyesek elérni. Itt van például Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke, aki hát úgy tűnik, hogy alaposan akklimatizálódott a baloldal március 15-i rendezvényén, mert hogy hát ő is az ukrajnai fegyverszállítás mellett kardoskodik, lássuk. Donald Tusk nem csak Ukrajna teljes segítése mellett állt ki, átfogó szankciókat követelve, a magyar kormányt is kritizálta, mert hazánk nem járult hozzá a fegyverszállítmányok átengedéséhez. Noha a háború kitörése óta minden másban segítjük az Ukrajnából menekülőket.
miután Orbán Viktor és Szijjártó Péter bejelentette, hogy a magyar kormány nem járul hozzá az Ukrajnába küldött fegyverszállítmányok átengedéséhez, Tusk éles kritikával élt. Orbán és Szijjártó többet érdemel, mint csupán Putyin kitüntetése. Egy-egy hely a Gazprom igazgató tanácsában megfelelő jutalom lenne a hűségükért, írta a Twitteren a politikus. Szerintem a lengyel néppárti politikus egyébként ezzel be is állt azoknak a sorába, akik a pillanatnyi politikai érdekeiket egyébként így előrébb valónak tartják, mint azt, hogy ne terjesszenek ki egész Európára egy háborút, úgyhogy tök jó helyen volt Márki-Zay Péter mellett, nem? Tehát teljesen összeillő pár. Sőt, igazából a Gyurcsány Ferenc mellett volt, hiába nem volt ott a színpadon Gyurcsány Ferenc, de ez a virtigli európai konzervatív kereszténydemokrata politikus, most ezt ironizálva mondom, Donald Tusk, aki egyébként egy bukott politikus, azt tegyük hozzá, tehát minden a hazai politikájában és az európai politikában is elbukott az Európai Néppárt Anfried romokban. Anfried Weber 2.0. Pontosan, Lengyelországban az ő pártja 0, most idejött szerepelni és korteskedni egy Gyurcsány Ferenc nevével fémzett virtig baloldali és szélsőjobboldali náci elemeket is a soraiban tudó Z-Kárpát Dánieleket a soraiban tudó összefogás mellett, tehát hogy azt gondolom, hogy ezzel gyakorlatilag a saját eljelentéktelenedésének az utolsó lépcsőfokán is lelépett, és Donald Tuskot várja bukott politikusok panteonja, ott van egyébként Gyurcsány Ferenc is. Tehát így ekkora buli lesz ott. Egy igazi politikai bérgyilkos, akit most már bárki felbérelhet, az a fajta, aki most a sort nem fogom befejezni, de elkezdi a Fradiban, aztán átmegy az Újpestbe, játszik egy kicsit az MTK-ban, a Vasasba is rugdos párat, és szándékosan nem említem azt az ötödik csapatot, majd ahonnan vissza fog vonulni, mert nem akarom megsérteni még a harmadosztályúakat sem. De nem jól focizik? Nem. Mindenhonnan kirúgják. Én nem idézem most Nagy Ferót, de a nézőinek mondom, hogy vele értek egyet, amit ő mondott a Tuskról. Ugyanakkor teljesen egyetértve Zolival azt látom, hogy Európának ő, mármint a Tusk, a megbolondult feléhez tartozik. Teljesen mindegy, hogy néppárti vagy nem néppárti, hogy szociáldemokrata vagy kereszténydemokrata, egész egyszerűen elment az esze. Azért a kis pénzért, amit ott kap, meg azért a kis hatalomért, tényleg bármire képes. Így aztán nem véletlen, hogy egymásra talál a magyarországi ellenzék is. Ő nem nincsenek már ilyenek, hogy európai értékek, meg különböző olyan dolgok, ami miatt mi az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és nagyra becsültük, és nagyon fontosnak éreztük, hogy visszataláljunk Európába kényszerű távoltartás után, mert ezek az emberek nem normálisak. Mi nem ezt az Európát akartuk, amit a Tusk képvisel, és nagyon-nagyon imádkozom azért, mint már ma elmondtam többször, hogy az én drága népem döbbenjen erre végre rá, hogy Európa ott van, ahol a józan észt még megőrizték. És hogyha mi sarkunkra állunk, és harmadikán bebizonyítjuk, hogy a józanésznek van továbbra is jövője itt Közép-Európában, akkor Európa még menthető, egyébként nem. Az biztos, hogy mi minden este itt a józaneszet fogjuk képviselni a következőkben is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és elmondtátok a véleményeteket, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk holnap is, amikor Borosbánk Leventével, Dézsi Zoltánnal és Néző Lászlóval elemezzük majd a nap híreit. Most átadjuk a képernyőt a Híradónak, amiből megtudhatják legfrissebb híreinket. Szép estét mindenkinek!